Ezek a malacok nemrég születtek, ők gondtalanul játszadoznak, hiszen még túl kicsik ahhoz, hogy az asztalra kerüljenek. Azonban nem mindegyik örülhet ennyire, hiszen szilveszterkor a sült malac az egyik legkedveltebb étel. A szilveszter ételeknél nyilván előtérbe kerül az egészben sült malac, illetve a különböző hideg saláták, és éjfélkor természetesen a lencse, virsli, stb. De ugyanúgy megjelenik a töltött káposzta és az egyéb szárnyas ételek is. A szilveszteri menü sem az igazi, az étkezés lezáró édesség nélkül. A szilveszteri desszerteknél igazából a legnagyobb a lehetőség a variálásra, az apróbb desszerteket szoktuk mi ajánlani, illetve a pohárkrémeket. A néphit úgy tartja, amit az ember az év első napján tesz, az megismétlődik később az év folyamán. Éppen ezért az emberek csupa kellemes dolgot igyekeztek óévkor tenni. Vidámak voltak és terített asztalhoz ültek. Egy dologra azonban nem árt figyelni, a néphagyomány szerint nem szabad mindent felfalni, mert ha marad ételünk újév napján, egész évben lesz mit ennünk.